Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai számítás szerint. Illetve ezúttal ez a felvétel 3 napra szól, október 13-ára, 14-ére és 15-ére. Az energia hasonló, így összefűztem a napokat. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák, ezek bizonyos kapcsolatok a bolygók, a nap és a hold között. De vannak az ujjaink jógája is. Most mutatok egy gyakorlatot, és ez a gazdagságnak a jógája. És a hüvelyk új, a mutató új és a középső új így összetartozik, tehát összenyomjuk őket, és a gyűrűs új és a kis új így befele van, és belélegezésnél összenyomjuk az ujjainkat, kilélegezésnél kicsit elengedjük. Közben gondoljunk a nyereményekre, a gazdagságra, hogy a jó Isten ajándékozzon meg olyan dolgokkal bennünket, ami fontos és értékes számunkra. Tehát mutatom a gyakorlatot. És ez volt a gazdagság jógája. És most áttérünk az asztrológia területére. Az indiai számítás szerint a Hold és Mars bolygó a Bika jegyében van. Ez is jelentheti a nyereményeket és a gazdagságot, hiszen a Bika jegye szimbolizálja az anyagi dolgokat, a pénzügyi dolgokat. Itt a Föld eleméről van szó, tehát fontos a biztonság érzete. Vénusz bolygó és Merkur bolygó, az a szűz jegyéből hat, szintén a Föld elemében van, tehát megvan a nőies és a férfias energia között a harmónia. Mindkettő a Föld eleméből hat, és szükségünk van a biztonság érzetére, az anyagiakat illetően és a párkapcsolatot illetően is. A Hold a Bika jegyében van, Mars bolygó közelében, tehát a férfiak nagyon érzik az érzelmeket, vagy szükségük van arra, hogy mi hölgyek kimutassuk az érzelmeinket, és ez számukra olyan megnyugtató. Hiszen fontos számukra a nyugalom, egy szép környezet, élvezni akarják az életet. Ami bennünket, hölgyeket, illet ránk Merkur bolygó hat, és megvan a lehetőség arra, hogy beszéljünk bizonyos dolgokról, különösen ami a párkapcsolatot illeti, tehát beszélhetünk most az érzelmekről. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója. Szaturnusz bolygó hatása alatt vannak kármikus témák, sorsdöntő változások. Szaturnusz bolygó az indiai számítás szerint a Bak jegyében van, tehát a Föld elemében. Ez olyan, mint egy háromszög. A Bak jegye hat, a Bika jegye hat, és a Szűz jegye hat. Mindhárom a Föld eleméhez tartozik, és itt megvan a harmónia, ami kihat most a sors utunkra. Az indiai asztrológiában vannak holdházak. A hold a napokban eléri a Rohini holdházat, utána áttér a Mruga holdházba. Az indiai mitológia szerint a hold egy szép fiatal férfi, és Rohini az a nagy szerelme. Tehát itt szerelmi dolgokról van szó, amikor most így 13-án és 14-én délelőtt a hold még a Rohini holdházban van. Utána áttér a Mruga holdházba. A Mruga holdház felett Orion csillagkép
uralkodik. Orion az az égi vadász, és kell számára egy irány. A kutyái mutatják ezt az irányt, az sarki csillagot, és ez azt jelenti majd a napokban, hogy 15-e körül, hogy kell egy új irány, egy új kezdet, vagy magas célok, és nem szabad ezeket a célokat feladni, hanem követni és elérni ezeket a célokat, és itt lesz változás, itt lesz szerencse, hiszen mindez elérhető. Ami még fontos, a föld eleme, a biztonság érzete, vagy az anyagiak, az értékes dolgok, ezek lehetnek belső értékek is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!